Schandl Gábor vagyok, Csongrádról származom, de Budapesten élek. 27 éves vagyok és erőnléti edzőként dolgozom. Köményen, magad. Főleg e-sportolókkal dolgozom, jelenleg is Európa, világ és olimpiai bajnokokkal foglalkozom. Fejlesztem a robbanékonyságukat, az erejüket, a kitartásukat. Az, hogy az e-sportolók teljesítményéhez hozzá tudjak tenni, nagyon tudatosnak kell lennem az edzés tervezésben, és ez a tudatosság segít nekem is a felkészülésben. A Ninja Warrior a sportolói muszolására jelentkeztem, akik edzésről edzésre visszatérően megkérdezték, hogy jelentkeztél már, mikor fogsz jelentkezni, menj már, hát biztos jól fogsz menni. Ismerem a képességeimet, bízom az edzés módszereimben is, úgyhogy látom magamban azt is, hogy akár a Midoriya aljához is állhatok. Sportolóim már bizonyítottak, Ninja Warrior, most én következem. A családja, édesanyja, barátok és tanítványok. Hát sok sportban jó, Gábor, de hogy áll az úszással? Hát az úszással azt mondta, hogy mivel mindenki arra biztatta, hogy úszon, megígérte nekem, hogy nem fog úszni. Én nagyon bízom benne, hogy ezt az általános iskolai ígéretét most is be fogja tartani, és nem fog úszni, nem fog vízbe esni. Hát akkor nagyon kell nekünk szorítani. Hajrá, hajrá, ne ússzál! Nagyon-nagyon rettegünk tőled, Gábor, szinte már úgy érezzük Tibivel, hogy fenn is vagy a toronyban, de azért úgy megtesztelnénk a pályán, oké? Okay? Nem rettegek, én nagyon várlak. Gyere föl hozzá, nyomd meg a gombot, gyere! Az erőnléti edzésben folyamatosan új technikák és módszerek jelennek meg, amiket mindig kipróbálok először magamon is. Meglátom, hogy milyennek az edzés típusnak az előnye, miket lehet belőle hasznosítani, néhány dolgot megváltoztatok, hogy sportolóra és egyénre tudjam szabni ezeket az edzéseket utána. Ahogy megláttam az előválogatón a versenytársakat, hogy milyen ügyesek, teljesen beleéltem magam, és elkapott az egésznek a légköre, és nagyon jó érzés volt látni, milyen ügyesen teljesítenek, és tök jó volt ennek a részesének lenni, és most is ez hajt előre, hogy láthassam őket, és hogy felvessem velük a versenyt, és én is lássak olyan ügyes, mint ők. Trambulin és a kötélcsapda, ugye sokakon kifogott már, de hát reméljük, hogy Gábor tud jó nagyot ugrani, és nem egy hasas lesz a vége. Neki ugrott! Megvan! Hát ez egy teljesen szabályos ugrás volt. Az a kettő darab piros kötél Schandl Gáborral nem tud mit kezdeni, és a háló sem. És egyelőre az ideje is egyébként elképesztő, tehát hogy fantasztikusan jön át a pályán. Na, a kötélcsapdán átrágta magát, jön a markoló, ugye, ami igazából egy ilyen kis majommászóka. Azért általában mi ninja jelöltjeink itt nagy bajban vannak. Nagyon fiatalon sokféle sportot kipróbáltam, többek közt karatéztam, evesztem, aztán később egy hosszabb periódusban 5 évig kapuíráztam, utána 5-6 év szertorna következett, és most kezdtem el falat mászni, ami nagyon élvezetes, és hát pont egybeesik azzal, hogy segíti is a Ninja Warriorra való felkészülésemet. Schandl Gábor fel fog jönni! Megvan, micsoda erőfeszítés az arra! Schandl Gábor! Schandl Gábor a nagy falnál. És elsőre fel fog jönni. Megvan, sima út, hihetetlen. Schandl Gábor a nagy fal tetején, hát így kell ezt csinálni. Bravo, bravo, gratulálunk. Elképesztő menet volt, le a kalappal, ott vagy. Igen, az epizód csinálni lehet, van. Lehet, hogy élsportolókat készítesz fel, de te magad is az vagy. Gratulálunk, nagyon komoly teljesítmény. Így kellett csinálni. Volt.